A gyerekek is besegítettek a tankönyvek pakolásába, kicsomagolásába Bonyhádon a Széchenyi István Általános Iskolában. Az intézményben mintegy 600 diák kezdi meg a 2023-24-es tanévet szeptember 1-én. Sokuknak már elég volt a pihenésből, és hiányoznak az osztálytársak. Találkozok a barátaimmal, és sokat tudjak olvasni. 2, 3, 4, 5... A tankönyvek már augusztus elején megérkeztek, mondja az igazgató. Ez körülbelül 6000 könyvet jelent egyébként, ugye nagyjából 600 tanuló van nálunk, és 5970 könyv érkezett meg. Ennek a kiszállításába, illetve a szétterítésébe besegítettek a gimnazisták, akik a közösségi szolgálat révén csatlakoztak ehhez a feladathoz. A tankönyvosztás időpontját is meghatározták már. Augusztus 27-én az alsó tagozatosok, 28-án a felsősök, szeptember 1-én pedig a gimnazisták vehetik át az olvasmányokat. Alapvetően vannak tartós tankönyvek, és vannak olyan tankönyvek, amelyet egyszeri használatra kapnak meg a gyerekek. A könyvtári állományba is kerül néhány tankönyv, ez évek óta így van, és ami nagy előnye immár évek óta, hogy minden egyes gyerek 1-től 12. évfolyamig ingyenesen kapja meg a tankönyvet. Ez azt gondolom, hogy óriási segítséget jelent a családoknak, hiszen a korábbi 9-10 vagy akár még ennél is magasabb összegű tankönyvcsomagok helyett most ingyenesen kapják meg. Alig több mint két hét múlva tehát újra megtelnek az iskolapadok, az első tanítási nap szeptember 1-én, az utolsó pedig 2024. június 21-én lesz.